Több mint 12 órás repülőút van már mögöttünk, és egy újabb 3 órás repülőút vár még ránk. Jelen pillanatban az Amerikai Egyesült Államokban, Minneapolisban vagyunk a repülőtéren. Itt fogunk találkozni dr. Pulai István barátommal, akivel egy mindkettőnk számára ismeretlen új felfedezésre váró víztölet felé tartunk. Hogy pontosan hol fogunk horgászni? Tartsatok velünk, és hamarosan minden kiderül. A kedves nézők talán nem is sejtik, hogy mennyi munka és készülődés van egy ilyen horgásztúra előtt. Különösen akkor, hogyha történetünkben először az én otthonomtól több mint 3200 kilométerrel fogunk horgászni, ami hát bőven 10.000 kilométernél messzebb van Magyarországtól. Épp most megyünk a csomagokat felvenni, és ilyenkor mindig nagy az izgalom, hogy abból a sok gonddal összeállított csomagból mi érkezett meg épségben. Indulás. Na hát jönnek a jóságok. A következő horgászkalandunk helyszíne Amerika egyik nagyvárosa, Austin, amely Texas állam fővárosa. Itt fogunk horgászni a várost átszelő folyón, a Colorado folyón. A helyszín különlegessége, hogy ez egy folyóvíz, de valójában mégis állóvíz jellegű, köszönhetően annak, hogy gátakkal van megduzzasztva, és a víz így a nyári időszakban is megtartva. Mellette van István barátom és Tony, ő a meghívónk. István, kérlek, a kedves nézőknek mondd el, hogy hogy kerültünk ide, és mutasd be meghívónkat, Tonyt. Sokat olvasom kedvenc amerikai horgászmagazinomat, a US Carp Pro magazint, ahol nagyon sok lényeges és jó információt lehet találni az amerikai pontyhorgászatról, és hát így bukkantam rá Austinra, ami az egyik nagyon fontos, hát hogyha hívhatjuk így, központja az amerikai pontyhorgászatnak. Kapcsolatba léptem a magazin főszerkesztőjével, Tony Cartlidge-al, aki miután megnézte a Kanadáról és az amerikai horgászatunkról készült filmünket, javasolta, hogy horgászunk együtt és próbáljuk ki az itteni vizét. So Tony, how did you like the film? I thought it was great. It really showed the American experience of carp fishing, and you know, some fantastic angling there. So very excited to see that. Mi az, ami fontos, amit nekünk tudni kell erről a vízről? What should you know about this water? So, Town Lake is what it used to be called. It's now called Lady Bird Lake. But it's the end of a sequence of lakes from the Colorado River. And the way it was formed was, it was originally floodplain control, but they put in hydroelectric generating dams here. So what you've effectively got is a chain of very slow moving rivers. It's a very popular place to come fishing. I mean, the carp angling community here is relatively big for America. A lot of catch and release is being practiced here, which is catching on more and more. We've got a lot of young anglers that are really catching on to the sport. They're using catch and release methods, and the fishing here is phenomenal. We can have large carp, 40 pounds, 20 kilos. 20 kilos is about the state record for carp, but you can have very large smallmouth buffalo, which look very similar to carp. They feed the same way effectively, and they can reach over 25 kilo. 60 pounds, 70 pounds is not unknown for this area of the country. So 70 pounds is what, 32 kilo. So the smallmouth buffalo is a growing sports fish in Texas, and you know, certainly something that the local anglers target. Now, what we have in Austin on Town Lake, the original stocking of carp for Texas, when the Texas state government decided that they were going to stock carp for this as a food fish back in the 1870s, 1880s. They actually started stocking that on this lake in Barton Springs. So what we like to say is every carp in Texas comes from Austin. So it's a very, very established carp fishing stock that we have here, and they get very big. It's a lot of fun. Tony, mi ezen a vízterületen soha életünkben nem horgásztunk. Ahol most állunk, vajon van esélyünk halat fogni? Well, this is a very nice place to fish. I mean, you've got the city landscape behind you. If you fish here very precisely, you've got the right techniques and the tactics, you can land some very nice fish from here. But the lake does have some very productive swims, and depending on the conditions, you can find better spots on this lake. Tony, nagyon szépen köszönjük ezeket a hasznos információkat. Ez egy fantasztikus hely, nagyon ígéretesnek tűnik. Valószínűleg ki fogjuk próbálni, nézzük meg a többi lehetséges helyet, és eldöntjük, hogy végül hol kezdünk horgászathoz. A horgászat megkezdés előtt mindenképpen szeretnénk egy alapozó etetést csinálni. Istvánnal pont erre készülünk. Este már beáztattuk, sőt már egy kicsit, ha a melegnek köszönhetően meg is erjesztettük a magvakat. Ezzel van feldúsítva az etetőanyag, amely itt látható, vadponty, nagyponty, peletes fekete keveréke, nagyponty aromával megtuningolva. Ebből gyúrunk jó néhány gombócot, aminek a segítségével elvégezzük majd az alapozó etetést. Kihasználjuk a nagyvárosi környezet adta lehetőségeket, és ezeket a gombócokat a híd lábához próbáljuk meg bejuttatni oly módon, hogy már berogtam egy márkert, és fölmegyünk a hídnak a járdájára, és onnan a pereméről próbáljuk meg a gombócokat a márker köré bejuttatni. Egyben kiváló támpont, és a pontos etetés is, a nagy távolságról pontos etetés is így garantáltan gyorsan, hatékonyan megoldható. Az etetőanyag gombócok mellett egy helyi specialitás, egy Range Cube nevű peletet is megpróbálunk bejuttatni, amely nem más, mint egy marhatakarmányozás során bevált, rendkívül magas fehérje tartalmú speciális pelet, aminek az oldódás ideje kb. 2 óra ebben a vízhőmérsékletben. Na, meg vagyunk, gyerünk István! Megérkeztünk a hídra, tökéletes, ott van a márkerünk, ez tőlünk kb. Egy olyan 10 méterre lehet. Szerintem ez gond nélkül meg tudjuk etetni, igaz István? Segítesz? Légyszeres, fogd meg légyszeres a keverőt. Én a gombócokat kiveszem, nézzük. Ó, tökéletes! Na. Gyorsan még nem etettél be, jobb, mint az etetőhajó. Látod? Milyen pontos! Eltaláljam. Már kora reggel az alapos etetés elvégzése során is nagyon komoly kishajóforgalom volt, ez napközben tovább fokozódott, így szinte keresni kell azokat a pillanatokat, amikor a végszeréket be lehet vetni. Ráadásul a bevetés után nagyon gyorsan el kell süllyeszteni a zsinort, és a bocspiccét, mint ahogy itt a másik végszeréken spiccen is jól látszódik, egészen le kell nyomni annak érdekébe, hogy ne akadjanak bele a zsinorunkba, és nehogy állkapást csináljanak. Most éppen nem jön senki, végre be tudom dobni. Annak érdekében, hogy pontosan a etetési helyre találjak, megvan ugye a dobási támpontom, illetve kiakasztottam az ósok klipszébe a főzsinort. Ennek köszönhetően, miután a támpontot kinéztem magamnak, már csak a megfelelő távolságba kell bevetni. A biztonság kedvéért nagyhalat akasztanék, azért kiakasztom a főzsinort a klipszből. Ezt egy fehér zsinórjelölt filccel jelöltem meg, most gyorsan el kell süllyesztenem a zsinort, hogy nehogy összeakadjak a vízen közlekedő járművekkel. Az egyik orsom dobjára direktbe fonott főzsinort csévéltem, míg a másikra monofil főzsinort. Aztán, hogy melyik lesz a jobb, esetleg egyik vagy másik több kapást eredményez annak köszönhetően, hogy nincs nyúlása, vagy éppen van nyúlása, hát ez majd a horgászat során fog kiderülni. Nagyon fontos, hogy a főzsinorokat oly módon feszítem meg, hogy a bocspicce a víz alatt legyen, mindahogy látszódik is, de ne akadályozza majd esetlegesen a bevágást, illetve a kapás jelzését. Ilyen körülmények közepette még garantáltan nem horgáztam. A nagyváros kellős közepén Tony barátunk, aki ezt helyet megmutatta, azt mondta, hogy itt van most mindenki a hétvégén ezen a környéken. Hihetetlen nagy a fölhajtás. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ilyen zajban, ilyen urbanizációs környezetben valóban lehet halat fogni, de hát azt mondják, hogy a halnak nincs már menekülnie, ez itt ebben a közegben él, ezt a nagy zajt már megszokta, és reméljük, hogy majd előbb vagy utóbb kapásra is bírjuk őket. Miközben nem vagyunk egyedül, mert a hídlábak környékén folyamatosan látjuk, hogy a pergető horgászok próbálkoznak, de hát csak az fog, aki próbálkozik, mi is ezt tesszük. Rendkívül elszántak és bizakodóak vagyunk. A mai nap folyamán kipróbáltunk minden létező csalogatóanyagunkat, de sajnos kapás nélkül úsztuk meg. Hát ez egy ilyen nap volt, de nem adjuk fel, holnap újra próbálkozunk egy másik helyszínen. Egy újabb ígéretesnek tűnő horgászhely felé tartunk. Általában a vízpart közvetlenül nem megközelíthető egyetlen helyen sem. Legjobb esetben csak néhány száz métert kell gyalogolni, még van viszont olyan hely is, ahol akár több kilométert kell szárazon megtenni annak érdekében, hogy eljusson az ember a megfelelő helyre. Na most mindezek után mondja bárki is azt, hogy a horgászat nem sport. Tartsatok velünk! Na, megérkeztünk a következő horgászhelyre. Ennek a neve Voodoo. Sokat sejteti a név. Miért pont ezt, azt nem tudom. De legalább itt ez egy olyan rész, ahol talán lehet majd horgászni. A víztelet sajátossága, hogy a folyómederbe beömlik egy másik ág, egy kisebb folyó. Itt valamiért halak nagyon szeretnek. Remélem, mielőbb sikerül őket megtalálni, és előbb utóbb próbra csalni őket. Nagyon elszaladt balra a hal. Nagyon kíváncsiak, hogy mekkora lesz, nagyon erősen, hevesen küzd. Nagyon határozott, agresszív kapással jelentkezett. Nem tűnik kicsinek. Itt van már a part szélébe. Ez az. Megvan az első pontjunk. Gyönyörű, szép, nyurga ponty. Gyönyörű hal. De végül is csak sikerült a dolog. 7 kg 46 deka az első ponty súlya. Hát úszott az állvány lába között. Azok, akik a külföldi horgászatokról készült beszámolókat, videófilmeket látják, talán azt gondolhatják, hogy épp olyan egyszerű a hazától távol, teljesen idegen vízterületen is halat fogni, mint otthon. Nos, a legjobb példa erre ez a film is, hogy ez sajnos egyáltalán nem így van. Az első nap, amikor megérkeztünk, vendéglátónk és házigazdánk Tony segítségével körbejártuk ezt a hatalmas nagy vízrendszert, és megpróbáltuk megtalálni azokat a lehetséges horgászhelyeket, ahol egyáltalán le lehet ülni. Ugyanis annak ellenére, hogy óriási vízterületről van szó, nagyon kevés olyan horgászhely van, ahol egyáltalán így, mint itt le lehet ülni, és meg lehet ezt közelíteni. Az első napunk ezzel telt el. A második nap, amikor végre horgászhattunk, és a híd mellett ültünk le, egész nap kapás nélkül úsztuk meg, pedig kora reggeltől késő estig próbálkoztunk. És íme a harmadik nap, amely egyben a második horgásznap, amikor végre a kora reggel sikerült fognom egy szép pontyot, de azóta egyetlen egy kapás nélkül ülünk itt a vízparton. Tehát ez is jelzi azt, hogy nagyon keményen meg kell dolgozni, meg kell küzdeni minden halért, bárhol a világon. Ráadásul a horgászatot mindig valamilyen külső körülmény nehezíti, az első nap az evezősökkel, kajakosokkal, kerusokkal kellett megküzdeni, a főzsinort, illetve a bospicét mindig a víz alá kellett nyomni, hogy egyáltalán ne akadjak bele, míg most a mai nap folyamán ezen a horgászhelyen olyan mennyiségű teknősbéka van, hogy az mintha egy teknősbéka farmon lennék. Bármilyen csalogatanyagot, bármilyen etetanyagot juttatunk a vízbe, néhány perc múlva azt látjuk, hogy a bedobott végszerék környékén a teknősbéka fejek megjelennek, majd szépen lebuknak, pedig itt a vízmélység 6 méter mély. Abszolút nem zavarja őket. A spic állandó finom meggörbülése, visszahajlása jelzi azt, hogy ott a fenéken szépen másznak, és az a csoda egyáltalán nem akadtak még bele a horgomba, de a külső jelenlétük, a folyamatos ittlétük, most is látom őket, egyértelműen arra utal, hogy ott vannak, és szerintem ezért sem mer idejönni a ponty, mert olyan nagy számban vannak. Lassan már több különböző fajta csal és etetanyag lesz itt körülöttem, mint otthon. Mindennel próbálkoztam. Azt az egy darab pontyot, amit végül sikerült megfogni, azt a csilis fahéj fluó oldódó lebegő pelettel sikerült horogra csalnom. Lehet, hogy a mexikói határ közelsége, a Chili hazája is hatással van az itteni pontyokra. Természetesen nem adjuk föl, holnap egy másik helyszínen újra próbálkozunk.